Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ahogy tudjátok, az itt látható videók a narcisztikus kapcsolatokról szólnak, valamint olyan kapcsolatokról, amelyben toxikus elemeket észlelünk, és ezt próbáljuk ugye megfejteni. Akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, és aki anyagilag is szeretné támogatni ezt a csatornát, az nyomja meg a csatlakozás gombot itt a videó képernyője alatt. És nagyon köszönjük az eddigi támogatásokat, nagyon sok szeretettel köszöntöm az új tagokat, az új feliratkozókat, az új nézőket és az új kommentelőket. Valamikor kis időnek el kell telni ahhoz, hogy bátran kommentáljunk, de én nagyon szeretem, mikor hozzászóltok, mert így alakítjuk ki a kollektív tudást, ami sokkal több, mint a mi egyéni tudásunknak az összege. Tehát mi egy szinergiát próbálunk itt ezen a csatornán kreálni, amiből rengeteget lehet tanulni, úgy, ahogy én tanulok tőletek, ti is tanultok egymástól, a csoporttól, tőlem, szóval ez az mindenféle ilyen crisscross, zigzag, ilyen cikcakba megyünk, és adjuk egymásnak a tudást, valamint ugye elvesszük egymástól, profitálunk egymás tudásából is, a kollektív tudásból. Na, a tegnapi videóval kapcsolatban, ugye én vagyok az idióta, és a barátnőm barátnőjéről beszéltünk, András és Eleonóra történetéről, és valaki már nem tudom, hogy ne haragudj, mi a neved, emlékszem rá, megkérdezte tőlem azt, hogy Eszter, ugye tudom, hogy a csatornán nem diagnosztizálunk, és nem mondjuk ki ezt, hogy narcisztikus, de neki, ennek a tagnak ez nagyon limitálónak tűnt, tehát ő ezt túl szigorúnak tartja, és megkérdezte, hogy hát, nem-e túl szigorú ez, hogy mi nem mondjuk ki, hogy narcisztikus, mert ő igenis használja ezt a szót. Na most nem szóró-szóra idéztelek, kedves író, hanem csak így az üzenetét tolmácsolom annak, amit te kommenteltél, de el lehet olvasni, ott vannak a kommentekben, és az én válaszom az volt, hogy igazad volt, igazad van, én is a csatornán sokszor használom ezt a szót, hogy narcisztikus, viszont nem engedem azt, vagy nem szeretném, nem bátorítalak benneteket, inkább így mondanám, arra, hogy ugye diagnosztizáljunk. És akkor, hát igen, ezt meg kell egy pillanatra beszélnünk, csak egy perc erejéig, mert utána Emese is hozzászólt ehhez a threadhez, ehhez a nézőponthoz, és ő azt mondta, hogy ő sem szereti, mikor diagnosztizálunk, tehát inkább fejezzük úgy ki magunkat, hogy a narcisztikus viselkedéssel rendelkező, vagy jellemmel rendelkező emberek. Na most, az én válaszom. Igazad van. Emese, én is jobban szeretem, mikor így fejezzük ki magunkat, hogy a narcisztikus jellemmel rendelkező emberek, vagy a narcisztikus vonásokkal, viselkedésekkel rendelkező emberek, de itt a csatornán sokszor kimondjuk ezt a szót, hogy narcisztikus, narcisztikus, narcisztikus. Azért, mert már itt a csatornán ugye mi egy összeszokott csapat vagyunk, és megállapodtunk abban, az egy íratlan szabály, hogy igen, amikor azt mondjuk, hogy narcisztikus, akkor mi ezt diagnózis nélkül mondjuk, és igaziból ez a rövidített válasza, vagy változata, bocsánat, a rövidített változata annak, amikor azt mondjuk, hogy narcisztikus jellemekkel, vagy narcisztikus viselkedésekkel rendelkező emberek, tehát így egy ilyen rövidebb formában csak ezt mondjuk, hogy narcisztikus, de világos mindenki számára az, hogy nem diagnózis alapú ez az állítás, mert mi itt a csatornán nem diagnosztizálunk. És én nem is szeretném ennek a csatornának a nevét adni amatőr diagnózisokhoz, tehát, hogy valaki megy és mondja a barátainak például, hogy ez az ember narcisztikus, és én ezt az Eszter csatornáján tanultam. Nem, itt nem tanulunk diagnózist, itt toxikus vonásokról beszélgetünk, ezeket próbáljuk felismerni, és azt vizsgálni, hogy mik a mi határaink ilyen toxikus, vagy bántalmazó, vagy mérgező, vagy kényelmetlen kontextusokban. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy narcisztikus, azt tudjuk azt, hogy diagnózis nélkül mondjuk azt, hogy narcisztikus, egy ilyen kicsit rövidítebb in-house, tehát egy ilyen házban már elfogadott formában, de igaziból jobb lenne az, ha azt mondanánk, hogy narcisztikus vonásokkal rendelkező emberek. Tegnap én ugye azt mondtam az írónknak,
hogy igen, ne mondja Andrásnak azt, hogy Eleonóra narcisztikus, tehát, hogy ne titulálja, és ez volt az ő szava, ne titulálja Eleonórát narcisztikusnak. Igen, ezt ne csináljuk, hogy oda megyünk egy baráthoz, és azt mondjuk, hogy ide figyelj, a te haverod, vagy a te barátnőd, vagy a te szerelmed, vagy a te mit tudom én kicsodád, narcisztikus. Mert mi ezt nem tudjuk, viszont mondhatjuk azt, amit mondtam tegnap a videóban, hogy toxikus viselkedés, narcisztikus féle viselkedéseket észlelek, stb., de nincs pecsétes diagnózis. Oké? Köszönöm ezt az észrevételt, köszönöm szépen mind a kettőtöknek, Emesének is, és annak a tagnak is, aki ugye elkezdte ezt az egész threadet, ezt az egész mondani valót kinyitni, úgyhogy köszönöm, igen, nagyon fontos ezt többször is megbeszélni, hogy így mondjam, vagy erre magunkat többször is emlékeztetni. Na, következő, a mai téma az az, hogy többször írjátok nekem, vagy többen írjátok nekem azt, hogy Eszter, ugye elment ez a narcisztikus, vagy vége lett ennek a kapcsolatnak, vagy tök mindegy, bárhogy vége lett, hát én nekem meg kell nyugodnom abban, hogy a következő kapcsolata sem lesz egy sikersztori. Megértem én ezt az aggodalmat? Megértem. És mielőtt elkezdenénk nagyképüsködni, hogy jaj, nem mindegy neked, hogy milyen lesz a jövőben a kapcsolata? Nem mindegy. Még vagyunk sokan, sokan voltunk, vagy vagyunk abban a stádiumban, amikor még nem akarjuk azt, és valljuk be őszintén, hogy az a partner, aki minket bántalmazott, meg megsértett, hogy az most egy érzelmi sikersztorit felmutasson, ha már velünk nem tudta ezt az érzelmi sikersztorit ugye kialakítani. Én ezt teljesen megértem. Természetesen ez idővel enyhülni fog, és én sem gondolok már a volt toxikus kapcsolatomra, felülöm azzal van, akivel akar, mert már nem érdekel, de nekem is el kellett idáig jutnom, mert ugye, ahogy mondjuk, mindig a gyógyulás ez egy folyamat, nem egy másodperc alatt bekövetkezendő esemény. Szóval, kicsit bontsuk ki ezt a témát, mert ugye sokszor mondtuk azt, hogy nem lesz jobb, nem lesz jobb, nem lesz jobb, persze, hogy nem lesz jobb, értsd meg, hogy nem lesz jobb, de nem néztünk ezen állítás mögé nagyon mélyen, hogy miért nem lesz jobb ez a kapcsolat. Annyit már mondtunk, igen, hogy soha se változnak, merev személyiségek, soha se változnak, miért változna most, stb. Tehát ezt már így mi kognitíve tudjuk, és el is fogadtuk, de nézzünk egy kicsit ennek mögé, oké? És bontsunk le egy ilyen szakítási dolgot, oké? Szóval van egy kapcsolat, és szóval van egy pár, mondjuk vagy te, oké? És hirtelen eljön ez a szakítás. Most teljesen mindegy, hogy hogy jött el ez a szakítás, de elérkeztetek ti az eldobási fázisba, a discardba, oké? Lehet, hogy úgy, hogy fogta a narcisztikus partner, narcisztikus jellemekkel rendelkező, de most tök mindegy, szóval a toxikus partner fogta magát, és kilépett a kapcsolatból, kész, csak úgy eltűnt, mint szürke szamár a ködbe, vagy pedig lehet az, hogy te voltál olyan helyzetbe kényszerítve, hogy azt mondod, figyelj, most nem, itt a határ, meghúztad a saját határaidat, és azt mondtad, hogy ennek a kapcsolatnak vége. A lényeg az, hogy nagyon sokszor a toxikus emberek, akárhogy alakult ki ez a helyzet, vagy tök mindegy, hogy milyen út vezetett eddig a discardig, eddig az eldobásig el, ők fogják magukat, és eltűnnek. Eltűnnek. Csak eltűnnek a színről. Mintha te nem is léteztél volna. És akkor megkérdezzük azt magunktól, hogy hát de hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetett engem így csak kiradírozni? Csak így, kiradírozni. Hogy eltűnt. És ezzel én is nagyon sokat bajlódtam ezzel a dologgal, mert ugye itt jön fel bennünk ez a kognitív diszonancia, hogy nem értjük, hogy most melyik része volt ennek a kapcsolatnak az igaz. Az volt-e igaz, hogy ő engem mennyire szeretett, vagy az volt az igaz, hogy csak fogja és kiradíroz, tehát, hogy semmit nem jelentett. És ugye ez a kognitív diszonancia, ez alakítja ki bennünk végül is a traumakötést is, mert nem tudjuk hirtelen, hogy mi az igazság, hogy melyik verzióhoz kell viszonyulnunk.
És itt van ugye ez a toxikus ember, aki eltűnt, vagy toxikus viselkedésű ember, aki eltűnt, de mi jár az ő fejébe? Miért tűnt el? Azért tűnt el, mert ő ezzel a szituációval nem tud mit kezdeni. Nem tudja ezt a szituációt megbeszélni, mert ahhoz, hogy ő ezt megbeszélje, ahhoz kell egy önreflexió képesség. Kell egy felelősségvállalás képesség, kell egy számon kérhetőségnek a bevállalása, kell az, hogy azt mondja, hogy hello, szia, akkor beszéljük meg ezt a problémát, mert amint ez a probléma kinyílik, ugye amint a megbeszélés elkezdődik, és szépen kinyitod te is a kis dossziédet, és azt mondod, figyelj barátom, ez, akkor már ugye ott kényelmetlen helyzetek alakulhatnak ki, konfliktusok, vagy pedig olyan helyzetek, amikor neki és neked is ugye felelősséget kell vállalni bizonyos aspektusokért. Na most nekünk ez nem probléma, mert ha minket megkérdeznek, vagy pedig mondják azt, hogy figyelj Eszter, jelen esetben ez engem megbántott, akkor én állok elébe, én felelősséget vállalok, hogyha ugye ez az állítás, ez tényleg legitim és jogos, de ők nem. Mert nem is tudnak eljutni az önreflexióig. Nem tudnak eljutni a számon kérhetőségig. Nem tudnak eljutni a felelősség vállalásig. Ezért inkább mit csinálnak? A könnyebb utat választják, mivel ez a felelősségvállalás, ez az egész egy nagy macera, ez rengeteg energia, ezért mit csinálnak? Inkább eltávolodnak, majd te majd ezt feldolgozod, majd ezen túljutsz, majd ezt te helyre rakod a fejedbe, és majd, ugye, ahogy az idő halad előre, te majd szépen megnyugszol, stb. Ő pedig eltávolodott. Csinálni mit? Hát ezt nem tudjuk, hogy mit csinál ez alatt az idő alatt, ez ugye egyéntől függ, valamelyik azonnal megy új táplálékhoz, mert ugye, jaj, hát most akkor van egy ilyen ember, akivel sokkal kellemesebben el tudom én tölteni az időt, mint például az Eszterrel, ugye, hogy most felelősséget vállaljak, meg ott elkezd majd az Eszter engem barbikiúzni, hogy mi történt, mit csináltál, hogy gondoltad ezt egyáltalán, mi járt a te fejedbe, stb. Tehát van egy ember, akivel sokkal kellemesebben el tudom most itt tölteni az időt, és nem kell ezekre a nyavajgásokra hallgatnom, meg ezekkel a nyavajgásokkal foglalkoznom. Most csak engedem, hogy lenyugodjanak a dolgok, mivel én nem tudok ezekkel a dolgokkal érzelmileg, intellektuálisan mit kezdeni. Inkább elmegyek a szituációtól, és foglalkozok számomra sokkal fontosabb dolgokra. Viszont azért a partnert, azért az Esztert itt majd a polcra rakom, mert lesz egy idő, amikor visszatérek, amikor már megnyugodtak a kedélyek. Szóval ez történik. Ezek az emberek, akik eltávolodtak, ugye, mint például itt a toxikus ember, ők kötődés zavarosak. És amikor valaki általában narcisztikus jellemekről tanúskodik, az kötődés zavaros nagyon sok esetben. Mit jelent ez? Hát erről rengeteg tanulmány van, amit megnézhettek az interneten, ugye arról szólnak, hogy kötődünk emberekhez, főleg nehéz helyzetek felállásakor, ugye hogyan viszonyulunk emberekhez. Amikor például a párunknak problémája van, vagy a párunk szorong valami miatt, és ugye keresi azt a komfortzónát, amit mi tudunk neki adni, vagy amit ugye a másik partner tudna adni, de a másik partner nem biztos, hogy ezt a komfortzónát megadja. Szóval itt ilyen kötődés zavarokról beszélünk, és az egésznek az eszenciája az, hogy nem egészséges módon kötődnek emberekhez. Tehát valaki hárít a kötődéssel, valaki távolít a kötődéssel, valaki bizonytalanul kötődik, mert nem ad annyit magából. Valaki elkerülően kötődik valakihez. Tehát ezekről sokat lehet olvasni, de a lényeg most nekünk az, hogy ezek az emberek nem tudnak egészségesen kötődni
ugye a partnerhez, és másokhoz sem. Nézzétek meg, hogy a munkahelyen sincsenek egészséges kapcsolataik, vagy pedig barátságok nagyon felületesek. És hogyha tényleg belegondolsz, tehát az egész személyiség zavarnak az alapja, az interpersonális. Nem tud interpersonálisan sikersztorikat bemutatni. Nem tud egészségesen kötődni emberekhez. Na most ez, ugye, már érzelmi töltésű kapcsolatokban, főleg krízis helyzetekben nagyon-nagyon megmutatkozik, ugye? Mert akkor ő elkerül, akkor kötődik is, de nem is, vagy pedig hárítva kötődik, bizonytalanul kötődik, elutasítóan kötődik, szóval vannak ilyen különböző formák erre, de lényeg az, hogy nem egészségesen kötődik, nem mélyen kötődik, nincs meg a tárgy konstanság, ugye a tárgy állandóság a kapcsolatban. A tárgy állandóság, az object constancy pont azt jelenti, hogy én minden helyzetben szeretlek téged, én nem távolodom el tőled, akkor is szeretlek, és akkor sem távolodom, ha rád mérges vagyok. De ezek az emberek, akik kötődészavarosak, nem így élik meg a kötődést, ahogy egy egészséges ember, hanem akkor ugye itt kezdődnek az interpersonális problémák. Na most, ha veled ez a probléma fent állt, tehát hogyha a partner kötődés zavaros volt, és már ezek az interpersonális problémákat te már észrevetted, ugye a veled lévő kapcsolatban, valamint más szekrényekben is, ugye például baráti kapcsolataiban, munkahelyi kapcsolataiban, stb., akkor miből gondoljuk azt, hogy amikor ennek a kapcsolatnak vége, és ez az ember megy a következő kapcsolatra, akkor ott már nem lesz kötődés zavaros. Ha csak ezt ő nem kezelte ti profi módon, sokáig, éveken keresztül, drága pénzért, úgy, hogy ugye ezt megelőzi egy önreflexió, mert oda el kell jutni, hogy én nekem valami problémám van, és én ezt kezeltetni akarom, de ez soha nem történik meg, vagy nagyon ritka esetekben, akkor miért változna ez a kötődés zavaros interpersonális dinamikája egy másik kapcsolatban? Nem változik. Ugyan ezek az interpersonális problémák fognak feljönni a következő, és az azt követő, és az azt követő, és a még jobban azt követő kapcsolatban. Nagyon alapszinten mondtam el a dolgokat, nagyon alapszinten, szóval ez nem egy tudományos diskurzus volt itt, csak az, hogy értsétek meg, hogy miért nem lesz nagyon nagy valószínűséggel, én azt mondom 99%-ban, az a kapcsolat, a következő kapcsolat egy sikersztori. Na most megértem azt, hogy ez miért nyugtat meg bizonyos embereket, mert még abban a fázisban vannak, amikor mérgesek, amikor el se akarják hinni, hogy ez velük történt, itt van egy hatalmas erózió az ő önbecsülésükben, és igen, megértem, hogy nem a legkellemesebb lenne azt hallani, hogy most ez a partner egy rohadt jó kapcsolatot tud felmutatni. És itt jön be ugye a social media. Tehát, hogyha most már megértettük azt, hogy ő általában kötődés zavaros, és ez kezeletlen marad, és ezt görgeti tovább az összes eljövő kapcsolatába, és nem csak szerelmi kapcsolatában, mindenféle kapcsolatban, mert ugye sok szekrényünk van, és mindegyiket kirámoljuk, és akkor mindegyikben ugyanazok a magas sarkú cipők megtalálhatóak, 78 verzióban, akkor itt jön a social media, és itt jön az, hogy akkor már tudjuk, hogy azok a szuper képek, amiket ő kirak más partnerekkel, hogy ez most az évszázad szerelmi sztoria, hogy az nem igaz. Lehet, hogy a szerelembombázásban van egy ilyen dolog, hogy ja, most még jó, meg minden, de hogy az nem hosszú távú, az tuti fix. Szóval nyugodjatok meg, aztán kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, nektek milyen tapasztalataitok vannak, valamint, hogy ez
mennyire zavart volna benneteket még az elején a gyógyulásotoknak, hogy a partner fel tudott volna, vagy fel is mutatott egy sikersztorinak tűnő történetet. Tűnő, és ez a mi kulcsszavunk. Na, sziasztok, és itt fogjuk folytatni.